Terjeszthetik-e házi kedvenceink a koronavírust? Van, aki szerint nem, de akad, aki állítja, hogy igen. A választ a kutya tulajdonosok sem tudják biztosan. Mind a két verzióját hallottam, igazából hát többet fürdetem, nem samponnal, hanem vízzel, kiablítom a szőrét, és nem puszilgatjuk most, és nem jöhet a hálószoba jágyra, de igazából annyira nem tartok tőle. Van, aki sokkal határozottabb álláspontot képvisel. Én úgy gondolom, hogy nem fertőznek, vagy legalábbis engem annyira nem izgat ez a téma, hogy a állatok is fertőzhetnek. Sziasztok! Megérkezett az állatorvos. Bejöhetek? Nem szöksz ki? Nos, megnyugodhatunk. A pletykákkal ellentétben házi kedvencünk nem kaphatja el, és így nem is terjesztheti a koronavírust, mondja dr. Kutlu Tímea, házhoz járó állatorvos, aki elsősorban a 18. kerületben praktizál. A tudomány mai állása szerint nem kaphatják el a vírust, aktív módon nem tudják terjeszteni. A felvételünkön látható kutyatulajdonosok tudják ezt, ezért továbbra is szeretettel gondozzák kedvencüket. De vannak gondatlan gazdik, akik nem tájékozódnak kellőképpen. Félnek attól, hogy a fertőző esetleg a kutyájuk lehet, ezért megszabadulnak tőle. Közvetlenül nem találkoztam szerencsére a jelenséggel, viszont kollégáktól hallottam erről a jelenségről. Még a belvárosban is előfordultak ilyen helyzetek, sőt még hörcsögöket, tengeri malacokat is ott hagytak tereken, közterületeken az emberek. Ezek az állatok nyilván bent születtek egy lakásban, soha nem találkoztak más állatokkal, tehát kizárt, hogy ők terjesztenék ezt a vírust nyilvánvalóan. Az elővigyázatosság azért az állatokkal kapcsolatban is ajánlott, hiszen közvetetten továbbadhatják a fertőzést. Ugyanúgy, mint bármilyen más felületen, mint az ajtókilincsen is, az őszőrükön is meg tud tapadni ez a vírus. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ne járjunk velük tömegközlekedési eszközökön, és rájuk is vonatkoznak azok a szabályok, hogy tartsuk be a távolságokat. Ahogyan az orvos mondta, elég egy kis simogatás, egy kis kényeztetés, és már is elkaptuk a fertőzést, mintha egy ajtókilincset fogtunk volna meg. Fontos tehát, hogy az állatok szőrét megtisztítsuk séta után, de hogyan? Le lehet törölni az ő szőrüket is szappanos vízzel, törlőkendővel. Itt megjegyezném azt, hogy semmiképpen ne fertőtlenítőszerekkel, háztartási tisztítószerekkel tegyük ezt, mert ez károkat okozhat. Igen, mindig folyamatosan. Tehát mindig, amikor hazaérünk, mindig az az első, hogy akkor megmossuk. Úgyhogy azért ennyire figyelünk rá. Ha valaki a legjobbat szeretné, annak tanácsos kifejezetten a kutyák számára készült szereket megvásárolni. Ezekhez nem nehéz hozzájutni. Állatorvosi rendelőkben elérhetőek ilyen készítmények. Állatorvosi samponok, vagy már vannak ilyen speciális törlőkendők is ilyen célra. Vajon kell-e a járvány idején a kutyák immunrendszerét is erősíteni? Természetesen immunerősítő készítmények elérhetőek az állatgyógyászatban is. Azonban, mivel ez a vírus őket nem fertőzi, tulajdonképpen nem szükséges jobban odafigyelni, mint máskor. Most már tudjuk, kutyánkat nem fenyegeti a koronavírus. Ennek ellenére számosokból lehet szükségünk állatorvosra. Honnan tudjuk, hogyan kérhetünk segítséget? A covidvet.hu honlapon összegyűjtötték a jelenleg nyitvatartó és ügyeletben lévő állatorvosi rendelőket. Nagyon sok rendelő rövidített nyitvatartással van nyitva, illetve előfordulhat, hogy be is zárt. Ez természetesen attól függ, hogy a dolgozó állatorvosok ugye rizikócsoportban vannak-e, illetve van-e ilyen hozzátartozójuk, tehát mindenki maga dönti el, hogy hogyan nyit ki és milyen munkarendszerint. Ezért jött létre ez az oldal. Összeszedtük azokat a rendelőket, amelyek nyitva vannak a járvány idején is. Ami tehát a járványhelyzet egészére igaz, az igaz a felelős állattartásra is. Maradjunk otthon! De mivel kedvencünket sétáltatnunk kell, fontos elővigyázatosnak lennünk. Ha pedig baj van, akkor van segítség is.